A gyerekek szervezőkészsége és a szülők, családtagok segíteni akarása. Ez a titka annak, hogy évről évre egyre többen vesznek részt a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola által meghirdetett iskolai véradáson. Több mint egy évtizede hagyomány már, hogy az oktatási intézmény ilyen módon segíti a Vöröskereszt munkáját. 13. alkalommal szerveztük meg az iskolánkban a véradást, ami annyiban egyedi, hogy általános iskolában nem működik szinte sehol véradás, hiszen 18 év alatt nem lehet vért adni. Viszont nálunk a gyerekek szervezik meg ezt a véradást, illetve természetesen a dolgozóink körében is példaértékű módon, példamutató módon a kollégáink is adnak vért. Ennek az értéke az, hogy azok a gyerekek, akik ezt a munkát végzik, szervezik, tudatosabb emberekké válnak. A gyerekeink, miután 18 évet elérik, ők maguk is megjelennek véradónak. A tapasztalatok szerint 60-70 fő vesz részt ezen a kezdeményezésen. A szülők mellett régi tanítványok is visszajönnek az intézménybe, közülük többen itt lesznek első véradók. Régebben itt tanultam. Vannak itt olyan tanárok, akik engem tanítottak, még más betegeknek is adnék vért inkább. Hát, leginkább ennyiért jöttem csak. A diákok a szervezésen túl kis ajándékokat is készítettek a véradóknak. Emellett egyfajta versengés is volt az osztályok között, hogy ki tud több véradót mozgósítani. A legügyesebbek jutalmul egy nagy gyümölcskosarat kaptak ajándékba. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek. A Rákóczi Általános Iskolában a igazgató helyettes asszony kezdeményezésére 10 évvel ezelőtt indítottuk el a szülők véradását. A gyerekek osztályonként versenyeznek, hogy melyik az az osztály, aki a legtöbb szülőt, illetve rokont be tudja szervezni a Vöröskereszt Véradó Mozgalom számára. Nagyon sikeresek ezek a véradások. A 60 a szülői létszám minden alkalommal tavasszal megvan. Ezen a véradáson azok az önkéntesek is részt vettek, akik egyébként már többszörös véradónak számítanak.